Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! Fokozatosan nő az ukrán határ térségébe vezényelt orosz katonák létszáma, több forrás szerint már a jövő év elején megindulhat egy támadás. A mostani erődemonstráció vagy inváziós előjáték láttán Kijev és Washington riadót fújt, Joe Biden és Vladimir Putin pedig tegnap online csúcsot tartott. A kérdőjelek azonban továbbra is ott sorakoznak az ügy körül. Tényleg fenyeget egy igen komoly orosz katonai akció, vagy csak blöfföl Moszkva? Kinek üzen a Kreml? Ukrajnának, az Európai Uniónak, az Amerikai Egyesült Államoknak, vagy a nemzetközi közösségnek élén a NATO-val? Putyin rezsimje minden jel szerint borotva élen táncol, de ha sikeres lesz a mutatvány, egyértelmű győztesként kerül ki az eseményekből. Meddig képes elmenni, és mit veszíthet Moszkva? Jönnek a válaszok is. Dr. Tálas Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének az igazgatója, és dr. Muradin János Kristóf, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem tanszékvezető tanára, a 24 plusz vendége. Uraim, jó estét! Jó estét kívánok! Miért annyira aggasztó az orosz csapat összevonás? Tálas Péter úrtól kérdezem. Miért annyira aggasztó, hogy Joe Bidennek és Vladimir Putyinnak beszélnie kellett tegnap? Láttunk már áprilisban hasonló mozgásokat Ukrajnában, de az kimerült tulajdonképpen az erődemonstrációban, az erőfitoktatásban. A mostani csapatösszevonás az valóban más, és valóban valami nagyon komolynak az előszele, vagy tulajdonképpen csak olyan, mint amit áprilisban láttunk? Nem tudjuk pontosan, hogy minek az előszele, de azt látjuk, hogy szemben az áprilisi felvonulással most nagyon határozottan olyan eszközöket és olyan logisztikát is fölvonultatott az orosz hadsereg, ami tényleg azt mutatja, hogy akár lehet ebből egy támadás is, gondoljunk itt az üzemanyagellátásra, az orvosi ellátásra, tehát van egy csomó olyan dolog, ami eddig nem szerepelt. Ennek ellenére én azok közé tartozom, akik azt gondolják, hogy nem lesz háború, egész egyszerűen inkább arról van szó, hogy ahogy nagyon sok területen látjuk, Oroszország így kommunikál a környezetével, így kommunikál Ukrajnával, így kommunikál Bidennel, az Amerikai Egyesült Államokkal, NATO-val. Azt megfigyelhetjük, hogy Oroszország a katonai eszközeivel, a katonai eszközeinek a médiában való megjelenítetésével és a tényleges megjelentetésével is és üzen és nyomást gyakorol. Ami miatt nem gondolom, hogy háború lenne, vagy komoly összetűzésre kerülhetne sor. Az elsősorban azért, mert én azt gondolom, hogy a Moszkva racionálisan gondolkodik, és minden háborús megoldás Moszkvát stratégiailag csak rosszabb helyzetbe hozná, mint most van. És ezért én azt feltételezem, hogy ugyan Putyin eljátsza, vagy elbábozza azt, hogy itt lehetne egy nagy háború, de nem fogja ezt a lépést megtenni. Muradin úrtól kérdezem, a tegnapi online csúcson elhangzottak, mármint az, ami a nyilvánosságra került, azok tulajdonképpen semmi meglepőt nem tartalmaztak. Joe Biden felhúzta a szemöldökét, és azt mondta, hogy amennyiben Oroszország megtámadja Ukrajnát, akkor szigorú gazdasági, illetve más szankciókra számíthat a nyugat, illetve Washington részéről. Vladimir Putyin pedig azt mondta, hogy számára elfogadhatatlan az, hogy a NATO az bővítse az erejét kelet felé, nevezetesen Ukrajna NATO taggá váljon. És az egész helyzetért tulajdonképpen a NATO a felelős. Most a Putyin érrendszere abból a szempontból hibázik az én olvasatomban, hogy szó sincs arról, hogy Ukrajna NATO tag legyen. Én legalábbis úgy értettem, hogy a NATO nem fog felvenni tagnak egy olyan országot, amelyben ellenséges csapatok állomásoznak, értsd az orosz csapatokat. Lesz jelentősége, lesz foganatja annak, hogy Joe Biden és Vladimir Putyin tegnap mintegy két órán keresztül egyeztetett egymással? Természetesen lesz foganatja, hiszen egy ilyen egyeztetés az mindig valamilyen oknál fogva történik.
és hát azért mégis figyelembe kell venni, hogy mind a két állam elnöki köztársaságként működik, tehát Putyin Oroszországa is ugye egy erős kezű vezető által van irányítva, ugyanez érvényes az Egyesült Államokra is, tehát hogyha ez a két ember személyesen folytat tárgyalásokat, mind online térben, de együtt folytat tárgyalásokat, az alapvetően kihatással van a külpolitikára mind a két oldalon. Azt látjuk, hogy mind a két fél tulajdonképpen azokat a mondjam úgy, hogy már előre várható bejelentéseket tette, amit tőlük hallani kell, amiket ugye vár a közösség mind a két oldalon. Putyin pedig azért ez azt is hozzáfűzhetném, és Tálas professzor úrral teljes mértékben egyetértek, hogy ezeket az ő fenyegetéseit, ezeket úgy kell értelmezni, mint a klasszikus kommunikáció részét. Putyin számára nagyon előnyös a jelenlegi helyzet, és nyomást akar gyakorlatilag az felé, hogy ez a helyzet továbbra is így álljon fel, konfliktuális maradjon, veszélyekkel teli maradjon, instabil maradjon. Oroszország érdeke egy instabil Kelet-Európa, azon belül alapvetően egy instabil Ukrajna. És itt önnek is nagyon igaza volt, amikor említette azt, hogy a NATO-tagság, az ukrán NATO-tagság, ugye, hát az csak akkor lehetséges, hogyha Ukrajna teljes mértékben a szomszédokkal kiegyezve, területi viták nélkül és idegen hadsereg egységei nélkül területén állna a rendelkezésére a NATO-nak. Na most ezt Oroszország is nagyon jól tudja, és éppen ezért ugye ez az üzenet tulajdonképpen csak egy tovább vitele annak a régi történetnek, ami még 2008-ból ered, amikor Ukrajna esetleges NATO-tagsága felmerült, és amit Oroszország szépen 2014-ben a Krím-félsziget elcsatolásával és a kelet-ukrajnai válság kirobbantásával lényegében lehetetlenné tett. És most erre próbál Oroszország továbbra is nyomást gyakorolva erre a helyzetre ráerősíteni, ezt fenntartani, számára ugyanis alapvető érdek, hogy a NATO-t és a nyugatot minél távolabb tartsa a határaitól. Mind Ukrajna, mind Fehér Oroszország, tulajdonképpen a putyini politikában mondhatni egyfajta szürke zóna. Egy szívesen látott semleges övezet lenne, ahol a NATO-nak nincs keresnivalója, még bárcsak diplomáciai kapcsolatokban sem. Na most Putyin természetesen kihasználja azt a helyzetet, és ezt látnunk kell most, mert ilyen kontextusban van ez az egész erődemonstráció. Azt a helyzetet használja ki tehát, hogy az Egyesült Államok Kínával nagyon komoly konfliktusba került, elsősorban versenyhelyzetbe, gazdasági és politikai versenyhelyzetbe. Ma már egyértelmű, hogy Kína a vezető hatalom gazdaságilag a világon, az Egyesült Államok primátusa megkérdőjeleződött, és az USA számára nagyon fontos kérdés, hogy hogyan tud egyszerre fellépni mind Oroszország, mind Kína ellen. Nyilván nincs ennyi ereje, hogy a kettő ellen egyformán fel tudjon lépni. Ezért is találkoztak az amerikaiak Putyinnal. Számukra az a cél, hogy valamilyen szinten enyhíteni az Oroszországgal való feszültséget. Miközben Oroszország ezt a részben valótlan feszültsége továbbra is fenn akarja tartani, és egy erődemonstrációval továbbra is azt akarja kihozni az Egyesült Államokból, hogy kénytelen legyen erőit megosztva ide is figyelni, oda is figyelni, és hát végül is Oroszország egy frontos játékot játszik, miközben az USA-t két frontos játékra kényszeríti. Ennyire kiszámítható tehát az, amit az orosz medve, az, amit Vladimir Putyin tesz? Itt arra gondolok, hogy tulajdonképpen, ha megnézzük Oroszországnak a múltbeli viselkedéseit, akkor az elmúlt időszak az tulajdonképpen a nyomásgyakorlásról szól, a nyugatra gyakorolt nyomásról szól. Tehát ha nagyon prózaian akarok fogalmazni, akkor egyértelmű az, hogy Vladimir Putyin most blöffel. Kihez szól a kérdés? Tános Péter úrtól kérdezem először. Én azt gondolom, hogy nem azt kell látnunk Oroszország esetében, és hadd folytassam az előttem szólnak a gondolatait, hogy Oroszország gyakorlatilag egy defenzív helyzetbe került a bipoláris világrend bukását követően, és ráadásul Oroszország történelemben mindig geopolitikai határokat volt kénytelen létrehozni, mert nem volt természetes geopolitikai határa Európával. Ez azt jelenti, hogy az a pufferzóna,
amit a Varsói szerződés jelentett a Szovjetunió számára, az ugye összeomlott, és gyakorlatilag most azon ügyködik Putyin, hogy legalább egy Belorusszia, Ukrajna, Moldova, Grúzia sávban egy hasonló pufferzónát hozzon létre, egy olyan pufferzónát, ahol gyakorlatilag az orosz érdekeket a helyi politika tudomásul veszi. Ez bomlott meg 14-ben, és ugye Ukrajna elvesztése ilyen szempontból két ok miatt nagyon fontos. Egyrészt a pufferzóna miatt, tehát ha Ukrajna átáll a nyugati oldalra, az nagyon kellemetlenül érinteni Oroszországot. Másrészt, mert Ukrajna a második legnagyobb gazdasága a posztszovjet térségnek, és az az integráció, amit Putyin eltervezett, hogy majd itt egy eurázsiai közösség jön létre, az Ukrajna nélkül megvalósíthatatlan. És gyakorlatilag azt látjuk, hogy Putyin rá akarja kényszeríteni az ukránokat, az ukrán vezetést, hogy gyakorlatilag forduljon vissza, vagy legalábbis kezdjen visszafordulni a Moszkva felé. Ezt akarja gyakorlatilag elérni, ezt akarja azzal elérni egyébként, hogy tulajdonképpen ugye a Minszki egyezményt azt egy ilyen Ukrajna föderalizálására törekvő tervnek fogja föl, tehát azt gondolja, hogy lesz egy olyan része Ukrajnának, ahol majd Moszkva érdekeit képviseli, lesz egy olyan, ami Ukrajnát, de a Moszkva által képviselt érdekek Kijevben is érvényesülni fognak. Én azt gondolom, hogy körülbelül ezt kell látnunk, amikor Putyin stratégiai terveit nézzük. Természetesen ebben benne van az is, hogy taktikai lépéseket is csinál. Itt volt szó arról, hogy ugye meg akarja osztani az Európát, hogy üzen esetleg Lengyelországnak, üzen esetleg az Európai Uniónak, hogy szeretné, ha a transzatlanti szövetségen belüli vita az kiújulna. Tulajdonképpen Trump abból a szempontból nagyon jó volt Moszkvának, hogy az európai-amerikai kapcsolatok nem voltak azért túlságosan jók a Trump időszak alatt. Dr. Muradin Jánostól kérdezem, és Vlagyimir Putyin kiszámíthatóságánál maradva, Tálas úr említette itt Fehér Oroszországot, illetve Lengyelországot. Nos, ha megnézzük a 41. orosz hadseregnek a mozgásait, amelynek a normál körülmények között az állomás helye az a szibériai Novoszibirszkben van, az most tulajdonképpen közelebb van a belorusz határhoz, mint az ukrán határhoz. Ha ebből indulunk ki, akkor a mostani erődemonstráció, erőfitoktatás nem inkább Lengyelország felé irányul, nem inkább a NATO felé irányul, mint sem Ukrajna felé. Nyilván ott van a NATO 5-ös cikkelye is, és ha Lengyelországot támadja meg Oroszország, akkor a NATO egy emberként fog fellépni Oroszország ellen. De tehát a kérdés, Oroszország Ukrajna, vagy Lengyelországot célozza, vagy mindkettőt? Itt egyet kell értenem a Tálas professzor úr által mondottakkal, hogy taktikai lépésekről van szó, ugyanis az orosz fél számára az egész régió fölötti valamilyen szintű befolyás, ellenőrzés meg kell legyen, meg kell maradjon neki, ez a célja. Hogy aztán ez Lengyelország ellen is, hogy ez alkalmazható ez az erődemonstráció akár Románia ellen is, vagy Ukrajna ellen is, ez nyilván taktikai kérdés. Az a viszont a legfontosabb, amiről tudnunk kell, hogy az orosz fél számára, ami a NATO keleti tagállamait illeti, Lengyelország és Románia a legfontosabb kulcsállamok. Lengyelország elsősorban a nyugat felé való felvonulási terület miatt, és ha megfordítva nézzük, akkor a NATO-nak a keleti irányba való felvonulási területe miatt, míg Románia a Balkán kapuja. És hát természetesen ugye Oroszország felé ugyanez a helyzet NATO oldalról, hiszen ez a két ország adja a NATO védelmi rakétaerőinek az alapbázisait is, ami az orosz vádak szerint akár Tomahawk cirkáló rakéták kilövésére alkalmas eszközökkel is rendelkezik, tehát vegyverdes fenyegetést is jelenthet Oroszország számára. Na most tehát az, amikor a 41. hadsereget úgy pozícionálják, hogy ne lehessen abból tudni, hogy mi ellen vetnék
vették be, ha bevetnék, vagy ha erre sor kerülne, abban egyértelműen szerepet játszik az is, hogy Oroszország ezzel is demonstrálni akarja az ellenállását az a lengyel és a román területeken elhelyezett NATO kapacitások miatt. Tudnunk kell azt, hogy az utóbbi években folyamatos volt Moszkva tiltakozása, mind a deveszelúi támaszpont, mind a lengyelországi támaszpont miatt, és minden csatornán egyértelművé tették, hogy számukra nem elfogadható a keleti NATO tagállamok erőteljesebb felfegyverzése. Ha pedig ehhez hozzátesszük azt, hogy a veszélyeztetettség érzés nagyon jól látszik mind Bukarest, mind Varsó oldaláról, és a katonai beszerzéseket megfigyeljük az elmúlt években, akkor azt látjuk, hogy pontosan ezek az országok azok, amelyek a legnagyobb kapacitással próbálták bővíteni, és a legnagyobb százalékban próbálták a GDP-ük százalékát, ugye próbálták a fegyverkezésre összpontosítani, mindazáltal érzékelhetővé téve azt, hogy veszélyeztetett helyzetben levőknek érzik magukat. Ennek van egyfajta realitása, viszont én azt nem látom, és nem hiszem, hogy Oroszország közvetlenül Lengyelország, vagy akár Románia ellen most a következő pár hónapban, egy-két hétben akár fegyveres akciókat hajtana végre. Nem csak az ötödik cikkely miatt, amit közismert a NATO ötödik cikkelye, amely az alapító okirat garanciavállalását feltételezi, tehát az, hogy az Egyesült Államokkal kerülne akkor konfliktusba, katonai konfliktusba az az állam, amely megtámad bármely NATO tagállamot, hanem inkább amiatt, mert Oroszország sincs olyan helyzetben jelenleg, hogy érdeke diktálná, hogy háborúba keveredjen. Náluk az utolsó ütőkártya a háború, viszont a kommunikációjukban fontos, hogy ennek a látszatát, ennek a harciasságnak a látszatát fenntartsák. Ráadásul a NATO-val szemben, és főleg az Egyesült Államokkal szemben az orosz katonai potenciál továbbra sem egyenlő súlyú, tehát ezt is azért tegyük hozzá. Tehát az Egyesült Államok katonai ereje, amennyiben végső szakításra kerül sor, és tényleges konfliktusra kerül sor, hát minden szempontból felülmúlja az orosz erőket, nem beszélve az anyagi háttérről, hiszen tudjuk, hogy a mai világban ma már a fegyveres konfliktusokhoz alapvetően pénzforrások kellenek. Tehát egy olyan erőteljes gazdasággal, mint az Egyesült Államok, Oroszország nem rendelkezik. Egy hosszabb, kimerítő, nagyobb konfliktus esetén biztosan a rövidebbet húzná, és ezt Putyin is nagyon jól tudja. Viszont nagyon fontos az ellenségem ellensége a barátom, viszont az ellenségem ellensége a barátom, Amerika ellensége Kína, Kína és Oroszország együttesen sikeresen tudná felvenni a harcot mind az Amerikai Egyesült Államokkal, mind pedig az Európai Unióval szemben. Én azt gondolom, hogy van egy ilyen elmélet valóban, és akkor tulajdonképpen azt mondhatjuk, és itt megint hadd folytassam inkább a gondolatot, hogy ha két fél két helyen irritálja, vagy támadja, vagy fenyegeti a NATO-t, akkor a NATO-nak és ebben belül az Egyesült Államoknak meg kell osztania a figyelmét. Tehát írnak nyugati tábornokok egy olyan lehetőségről, hogy mi történik akkor, ha mondjuk Oroszország megtámadja valamelyik balti országot, és Kína pedig megtámadja Tajvánt, akkor mit fog csinálni ugye a NATO, és mit fog csinálni az Egyesült Államok. Én ennek ellenére azt gondolom, hogy azért nem, részben nem hiszem, hogy a háború az Oroszország számára hozna a konyhára. Mint említettem, már önmagában az, hogyan változott 14 óta az ukrán közvélemény, és hogy most már tényleg azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen az ukrán közvélemény szeretné a NATO-tagságot. Ez 14 előtt nem így volt, akkor nagyjából egyharmad szerette volna a NATO-tagságot, egyharmad az orosz szövetséget, egyharmad pedig középen maradt volna, vagy mondjuk azt, hogy semlegességet. Ezt a Krím elvitelével és a kelet-ukrán eseményekkel gyakorlatilag meg lehetett fordítani úgy, hogy most a nyugati orientáció szerepel leginkább az ukrán közvélemény előterőben. Másrésztről viszont azt is látni kell, és itt ugye szóba került az Európai Unió, hogy az Európai Unió ilyen nagy stratégiai kérdésekben nem partnere Oroszországnak. Oroszország sem tekint partnerre. Gazdasági értelemben, technológia transfer, egy csomó minden egyéb tekintetében igen, de Putyin
nem a normandiai négyek keretében akarta most ugye megtárgyalni ezt az egész történetet az Ukrajnát, hanem azt mondta, hogy ehhez szüksége van az Egyesült Államokra, Joe Bidenre. Ebben nagyon sok minden benne van, nyilvánvaló benne van az a belpolitikai üzenet, hogy ha én a világ legerősebb hatalmával tárgyalok, akkor én is a világ legerősebb hatalma közé tartozom, tehát egyfajta nagy hatalmiságát demonstrálja. Másrészt viszont az is tény, hogy nagyjából tisztában van Putyin azzal, hogy a NATO-n belül, és tulajdonképpen a NATO-n belüli ukrán politikát is az Egyesült Államok tudja megszabni. És ez ilyen szempontból kulcsfontosságú. Ráadásul az Egyesült Államoknak vannak olyan szankcionálási lehetőségei, fellépési lehetőségei Oroszországgal szemben. Itt elsősorban nem is gazdasági, sokkal inkább pénzügyi, mondjuk ha minden kötél szakadt, ki lehet Oroszországot zárni a nemzetközi bankrendszerből, tehát abból a bankrendszerből, amit az Egyesült Államok működtet. Ez nyilvánvaló ilyen nem fog megtörténni, mert azt gondolom senkinek nem az érdeke, de hogy egészen más a súlya az Európai Uniónak, és egészen más a súlya az Egyesült Államoknak. Ráadásul, és ezzel is szerintem tisztában van Putyin, az Európai Unió ugyan azt mondja magáról, hogy rendelkezik, hát mondjuk azt, hogy kül- és biztonságpolitikával közössel, de ez gyermekcipőben jár. Mit veszíthet Oroszország a jelenlegi helyzetben? Mit veszíthet Oroszország akkor is, ha nem támadja meg Ukrajnát, vagy nem támadja meg Lengyelországot? Itt az imént a szalagcímben azt írtuk, hogy az ukrán határon lévő, vagy kifejtett erődemonstráció az napi 10 millió dollárjába kerül Moszkvának. Túl ezen mi az, amit veszít? Joe Biden azt mondta, hogy akár az északi áramlat 2 gázvezetéknek a működése is megkérdőjelezhető. Murádin Jánostól kérdezem. Oroszország számára nagyon fontos, hogy most a jelen pillanatban ne kerüljön ki vesztesen ebből a játékból. Ezt úgy kell értelmezni, hogy Putyin az államvezetőjeként egyértelműen azt kell érzékeltesse, hogy egy sikeres vezető, továbbra is sikeres, ugye, ahogy eddig is volt, és hogy egy külpolitikai konfliktusban az államot sikerrel tudja továbbvinni. Ez Oroszországban egy ilyen bizonyítási küszöb, ez meg kell legyen minden orosz vezetőnél. Tehát azt tudnunk kell, hogy az orosz társadalom, az orosz nemzet számára egy erős kezű vezető az igazán fontos és jó vezető. Tehát náluk nem annyira a demokratikus értékek számítanak alapvetően, az is fontos persze, de főleg az, hogy fel tudjanak nézni egy sikeres vezetőt. Putyin tehát nem játszhatja el azt, hogy hát a legfeljebb nem sikerül. Tehát ez azért nem történhet meg, nem engedheti ezt. Ráadásul most nagyon jó kontextus van. Tehát a Kínával való kapcsolat, az orosz kapcsolat nem tekinthető olyan konfliktusosnak, mint korábban volt. Igaz, komoly partneri kapcsolatnak sem még ebben a periódusban, egy pillanatban, de mind a két fél, Peking és Oroszország is, tehát Peking és Moszkva is felismerte azt, hogy igazából itt az Egyesült Államokkal szemben lehetne valamiféle kapcsolat erősítésben gondolkodni. Na most ezt az Egyesült Államok is tudja, tehát kompromisszum készebb. Adott esetben. Na most a jó pillanatot ki kell használni, és ezt Putyin ezért igyekszik most, mondjam úgy, minden eszközzel ugye ezt a helyzetet meglovagolni. Ugyanakkor én nem látom annak a jövőjét, hogy hosszú távon az Egyesült Államokkal szemben egy nagyon masszív és komoly és stratégiai szintű orosz-kínai kapcsolat alakuljon ki. Ne felejtsük el, hogy a távol-keleti térségben most suba alá seperve, de vannak komoly orosz-kínai stratégiai ellentétek. És ezeket nem lehet teljesen figyelmen kívül hagyni, tehát a két fél kapcsolatában ez mindig előbukka, mint szög a zsákból. Tehát most az, hogy Európában fontos, hogy Oroszország számára az, hogy a NATO ne tudjon tovább jönni kelet felé, és Ukrajna tulajdonképpen ne váljon NATO tagállammá, és ebben akár a kínai a partnerségét is megszerezheti, ez egy dolog, de ez csak egy kontextuális, rövid időszakra szóló perifériális dolog. Szomorú, de látnunk kell, és ezt hadd szeretném hozzátenni, hogy Európa már nem a legfontosabb küzdőtér.
Európa már nem a legfontosabb frontvonal. Európa csak egyik frontvonal, egyik hadszíntér a nagyhatalma küzdőjátszmájában. Kína számára abszolút másodrendű. Az Egyesült Államok számára is sajnos egyre inkább másodrendű. Talán még Oroszország az, akinek viszont nagyon fontos, és ilyen szempontból kerülünk mi most előtérbe. De csak ideig, óráig szerint. Két percen belül vagyunk. Tálas Péter úrtól kérdezem. Elhangzott az, hogy orosz-ukrán háborúra nem kell számítanunk. Nyilván teljesen bizonyossággal semmi nem jelenthető ki. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ezt a helyzetet nem kell kezelni. Milyen válaszlépései vannak az Európai Uniónak, az Amerikai Egyesült Államoknak, a NATO-nak, mert az nem válasz, hogy Amerika fegyvereket szállít Kijevnek. Hát nyilvánvaló, az első és legfontosabb, hogy valóban előre kéne lépni egyébként a Minszki megállapodáson, tehát ez mindenféleképpen jogos. Ezt azonban úgy kéne létrehozni, hogy kölcsönösen, tehát a kölcsönös érdekek figyelembevételével. Ugye az egyik legnagyobb probléma alapvetően az, hogy az oroszok valóban félnek attól, hogy Ukrajna, mert az ukránok ilyeneket nyilatkoznak, vagy kihasználják az ukránok ilyen nyilatkozatait, hogy Ukrajna hát NATO-tag szeretne lenni. Én például teljesen rendben lévő dolognak tartanám, ha mondjuk Kijev azt mondaná, hogy az elkövetkező 10 évben nem számol NATO-tagsággal. Ez azt gondolom jelentősen rendezné, vagy javítaná a hangulatot. A NATO és az Egyesült Államok ezt nem mondhatja ki, mert akkor megkérdőjelezi Ukrajna szuverenitását. Ezt magának, Ukrajnának kell kimondania, hogy akkor most egy kicsit zárójelbe tesszük, amennyiben ti ezt és ezt megteszitek. Tehát én ezt el tudom képzelni, és el tudom képzelni azt, hogy erre egyébként rásegít valamilyen módon az Európai Unió és a NATO is. Magam sem gondolom azt, hogy Ukrajnának a fegyverszállítás, vagy egyáltalán az oroszok elleni szankció jelenteni a megoldást, de ehhez gyakorlatilag nagyon fontos lenne mind a három félnek hát egy nagy levegőt venni és végig gondolni a lehetőségeket. A levegővételig még várnunk kell, a 24+ adás ideje lejárt. Tálas Péternek és Muradin Jánosnak köszönöm a ma esti beszélgetést. Köszönjük szépen. Köszönjük. Önöknek, kedves nézőim, köszönöm a figyelmet. Holnap este 8 órától 24+ itt az Erdélyi Magyar Televízióban Jakab Orsolya kolléganőm várja önöket. Legyen szép estéjük. Viszontlátásra.